A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, augusztus 8-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban elsőként beszámolunk az idei augusztus 13-án kezdődő Királyi Napok programsorozat történéseiről, majd egy beszámolót láthatnak a Székesfehérvári Balettszínház 5. születésnapján készült sajtótájékoztató történéseiről. Tartsanak velünk! Sajtótájékoztató keretében ismertették a Székesfehérvári Királyi Napok programjait. Az ünnepség sorozat augusztus 13-ától 20-áig várja a látogatóit. A hagyományokhoz hűen augusztus 13-án megkezdődik a Székesfehérvári Királyi Napok program sorozata. Az idén 10. születésnapját ünneplő rendezvény a nemzettörténelmi fővárosában színes, tartalmas rendezvényekkel várja a látogatókat. Az ünnepi programokról sajtótájékoztató keretében számolt be Cserpalkovics András polgármester, Spány Antal megyés püspök, illetve a programok szervezői. Az alapvetés az, hogy induljunk ki a város történelméből, és a kulturális programok keretében ehhez kapcsolódó értékeket adjunk át ebbe a majdnem másfél hétbe. Ugye tudjuk, hogy egy picit szerényebb lesz most ez a Királyi Napok, mint megszoktuk, hiszen már a télen bejelentett intézkedések között azt is jeleztük, hogy a rendezvényekre is kevesebbet költünk az idei esztendőben, de összességében látva a programot, érdemben túl sok minden változás mégsem lesz látható, köszönhetően a szervezőknek, az együttműködő partnereknek. Szerintem igazi kulturális sokszínűség fog megjelenni az idei Királyi Napokon, ahol a város be tudja mutatni a maga történelmét, a maga történelmi értékeit, azt, hogy erre mind a mai napig büszke és ezeket ápolja, de közben ez a mában is egy modern, szerethető, élhető város, ahol az emberek szeretnek találkozni, szeretik magukat jól érezni. Megjelenik minden olyan szokásos program, amit megszoktunk, talán a koronázási szertartásjáték az egyetlen kivétel, bár egy picit kapcsolódva a diákokhoz, a Rákóczi Szövetség itt táborozó fiataljainak és a színház együttműködésének köszönhetően ez sem marad el teljesen, még ha nem itt a Nemzeti Emlékhelynél is, és nem akkora volumenben, hanem az Aranybullánál fog megtörténni, de kicsit a koronázás szertartása is meg fog elevenedni ezekben a napokban. De hát majd, ahogy a mai sajtótájékoztató résztvevői köre is jól mutatja, tényleg egy széles együttműködés, egy összművészeti fesztivál Székesfehérvár életében. Köszönhetően mindenkinek, aki ebben részt vesz, külön kiemelném az önkénteseket, akik idén szép számmal segítik majd a szervezést, mert hogy nagyon sok emberre számítunk, sok fehérvárja és sok hozzánk látogató vendégre. Nagyon sokan visszatérő vendégeink már, akik mindig szabadságukat is erre az időszakra prognosztizálják és oldják meg ezeket a napokat itt Székesfehérváron, úgyhogy közben nagyon jól érzik magukat és kikapcsolódnak, várjuk őket is nagy-nagy szeretettel. A sajtótájékoztatón Spány Antal megyés püspök kiemelte, államalapító Szent István királyunk városában kiemelt jelentőséggel bír a méltóság és a kegyelet övezte esemény sorozat. Augusztus 20-át Szent László király tette ünneppé, az uralkodó 1083-ban ezen a napon 7. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette első királyunk, illetve még abban az esztendőben fia Imre, valamint Gellér püspök relikviáit a székesfehérvári koronázó templomban. Ezt követően tiszteljük Istvánt szentként. István király erekjét a legenda szerint az 1083-ban szenté emelésekor éppen találták koporsójában, s már az 1222-es aranybulla is törvénybe iktatta. Törvénycikkében kimondta, hogy a magyar királyok a királyi napokat Székesfehérváron kötelesek megülni. Azt hiszem, hogy minden magyar ember számára Szent István egy olyan személy, akihez minden korok, minden körülményei között, mint igazodási pontra tudtak tekinteni a magyarok. Régen is ez volt, és ma is az kell, hogy legyen. Szent István felelősen tudott gondolkodni egy országról, egy nemzetről. Szent István helyre tudta tenni azt a zűrzavart, ami a korában az emberek lelkében és a fejében is ott volt, a kereszténység és a pogánság találkozásakor, mit válaszol, mi az, ami az életútja, mi az, ami előre viszi majd ezt a
népet ebben a történelemben tudott dönteni és tudott jól dönteni. Szent István egy olyan keresztény ember volt, aki megtalálta a maga küzdelmeiben, szenvedéseiben, dilemmáiban azt a helyes utat, amelyet a szűzanyának való fölajánlásban tudott megtenni, amelyben rábízta önmagát, családját, de az egész nemzetet és országot a szűzanya oltalmára. Mindez itt ezen a helyen történt, ahol most állunk, itt történt, ahol megemlékezünk Szent Istvánról, ahol tudjuk kérni ma is régiekhez hasonlóan egy ezred év szellemi áramlatába belehelyezkedve Szent István égi közben járását és imáját. Én hiszem, hogy a mai ember is megtapasztalhatja ennek az imának erejét és kegyelmi hatását. Az augusztus 20-ai nagyszabású ünnep, amely a keresztény magyar állam alapítása, magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja mellett, a Közösségi és Kulturális Központ szakmai igazgatója Igaz Krisztina hangsúlyozta, idén is olyan programokat terveztek, amely látványos és színvonalos elemekkel sokszínűen köszönti az ünnepet. A székesfehérvári királynapok augusztus 13 és 20-a között zajlik majd. Ezt megelőzően is készülünk már programokkal az első hétvégére. Augusztus 11 és 13 között az Országzászló téren zajlik majd a fehérvári mézünnep, ahol játékokkal, mézes bemutatókkal várnak mindenkit szeretettel. Augusztus 12-én a székesfehérvári ifjúsági fúvószenekar összefogásában zajlik majd a fúvós fesztivál itt a Városház téren. Augusztus 13-án kezdjük az Icsi színpadon a megnyitóval a programokat. Az Icsi színpadon egész héten különböző eseményekkel várjuk a megjelenteket. Lesz egy nagy lelátó, amihez már a székesfehérváriak hozzászokhattak, úgyhogy ott kényelmesen tudják nézni majd a színpadon zajló eseményeket. Ezek augusztus 13 és 15-e között a Folk Fesztivál programjai lesznek. Augusztus 16-án Szikora Róbert és az Ergo érkezik. Augusztus 18-án Bobán Márkovics Orkeszter és a Székesfehérvári Balettszínház közös produkciója a Parádé látható majd a színpadon. Augusztus 19-én Charlie koncertünk lesz. Augusztus 20-án fog kiteljesedni a királynapok programja, amikor este a Bang Band fogja bemutatni az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kiváló szólistákkal együtt. Ezen kívül, ahogy már említettem, 13-ával kezdünk, 13 és 15-e között a belvárosban és a táncházban lesznek a Néptáncfesztivál programjai, 17-én a Fricsai Katonazenekari Fesztivál, 18-a és 20-a között pedig középkori hangulatúvá varázsoljuk az egész belvárost, az Icsiligettől kezdve, ahol a hagyományőrzők tábora látható majd, a főutcán keresztül az Országzászló téren át, ahol egy meseteret tervezünk a gyerekeknek, és itt fogjuk az óriásbábokat is bemutatni, hiszen most már 23 óriásbáb gazdagítja a várost. Mind a 23 óriásbáb itt látható majd az Országzászló téren. A Városház téren pedig középkori piaccá alakulunk át, és itt zajlanak majd 19-20-án a Szent István torna programja is. A Szent István Király Múzeumban és a Nemzeti Emlékhelyen is számtalan program várja a látogatókat. A Hadimúltunk Kincses Tára című tárlat a Hadtörténeti Múzeum különleges, látványos, értékes gyűjteményi darabjai közül mutat be egy válogatást, részben a múzeum ismert és becses erekéivel, részben olyan műtárgyakkal, amelyek ritkán vagy még soha nem kerültek a látogatók elé. A Szent István Király Múzeum nélkül most már talán elmondható, hogy nincs királyi napok, és nincsenek augusztus 20-ai ünnepi játékok, ünnepi események. Szerencsére most már évek óta elmondhatjuk, hogy mi magunk is részesei vagyunk ennek az ünnepség sorozatnak, és célunk is, hogy a város minden jeles ünnepi eseményén a múzeum képviseltetve legyen, képviselje magát, és természetesen a fehérvári hagyományokat még jobban kiemelje, kulturális és örökségi és egyéb módon is. Célunk továbbá, hogy a nagy közönség is megtalálja azokat a programokat, melyek szórakoztatva tanítanak, de itt elsősorban most a szórakozáson van a hangsúly. Most már kicsiknek, nagyoknak, családoknak egyaránt készülünk különféle programokkal. Ugye mi több eseményben is részt veszünk a királynapok forgatagába, rögtön itt ugye helyszínként az osszárium nyitásánál, mely egyébként az egész királynapok alatt ingyenesen látogatható, beleértve az egész nemzeti emlékhelyet természetesen. Ugye a restaurálása majd zajlik a szekkónak, de erre az időszakra lebontottuk az állványt, tehát Szent István szarkofágja és maga a szekkó is megtekinthető ezen időszak alatt.
több eseménnyel készülünk, ahogy mondtam, itt a Nemzeti Emlékhelyen muzeumpedagógiai foglalkozások, élő történelem óra, érdekes játékos, vetélkedős formában elevenedik meg. Készülünk Matuz Jánosnak köszönhetően egy kisebb színdarabbal is, Ferenci Nagy Bogit kérte fel János az Egy Isten álomjáték című rövid színdarab előadására itt a Nemzeti Emlékhelyen. A Rendházzal is természetesen részt veszünk a program sorozatban. 15-én a Hadtörténeti Múzeum rendezésében megnyitjuk nagyszabású kiállításunkat, Hadi múltunk kincsestára címmel, és a díszteremben még külön a katonazenekaroknak is emléket állítva nyílik egy külön tárlat, mely szervesen kötődik természetesen ez a kiállításhoz, de megnyitjuk a nagy közönség előtt, illetve továbbra is nyitva tartjuk, mert már megnyitottuk a díszudvarunkat, ahol a múzeum akusztik rendezvénysorozat is folytatódik, és egyéb érdekes programok is várják majd az odalátogatókat. A királynapok alatt természetesen kézműves foglalkozások, középkori harcművészettel kapcsolatos játékok, fegyver, mustra, minden ilyen megtalálható, illetve a múzeum kezdeményezésére idén kerül első ízben megrendezésre az Szent István torna, melye ez gyakorlatilag egy kísérleti év a Szent István tornát, illetve ugye most kisebb költségvetésből gazdálkodhatunk erre az időszakra, de ez egy jó szintfelmérő lesz, hogy a közönség mennyire fogékony rá, mennyire szeretnék, ha ez bevett eleme lenne a továbbiakban a királynapoknak. A Fricsai Richárd Fesztivált is nagy várakozás előzi meg évről évre, hiszen a nagy katonazenekari találkozó koncertjei bezengik a belváros tereit, a fehérvári helyőrségi zenekar mellett vendégegyüttesek szórakoztatják a közönséget. Jó szívvel azt mondhatom már, hogy az eddigi hagyományokhoz hűen 4 katonazenekart láthat itt a közönség az idei Fricsai Fesztiválon. A Városház téren lesz este 6 órakor a főprogram 17-én, és találkozhatunk a veszprémi, a budapesti, a debreceni és a székesfehérvári házigazda helyőrségi zenekarral. A szokásos, megszokott egyéni szakalaki bemutatók mellett összevont zenekari koncert is látható és hallható lesz a téren. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Városház téren most ismét felállításra kerül egy mobil lelátó, úgyhogy ülő és álló helyek egyaránt biztosítják majd a jó szórakozást. Nagy öröm, hogy Rezsnyák Róbert operaénekes is vendégünk lehet ezen a koncerten. Az elmúlt év tánctermését hozza el az Alba Régia táncegyüttes, a Familia Alba apraja nagyja, hogy méltóképpen nyissa meg a királyi napokat. Egy színpadon ünnepli a táncot az idén 20 éves Alba Régia AMI, múlt idézői, az Alba Régia senior csoportja és természetesen a jövő évben 75. születésnapját ünneplő Alba Régia táncegyüttes is. Ez a röpke 3 nap alatt, amíg a Királyi Napok Folk Fesztivál tart, és az egész városi nagy rendezvénynek tulajdonképpen egy és ugyanaz lesz a fantasztikus nyitó gálája, Familia Alba, mint a címe is mutatja, az Alba Régia nagy családja, apraja, nagyja mutatkozik be, és egy igazi, méltó, ünnepi, nagyszabású néptánc folklor megnyitó lesz az egész városi rendezvénynek, és nem csak a Folk Fesztiválnak. A Tourinform iroda is felkészült a királyi napokra. A Fehérvárra látogatók szakmai segítségükkel bepillantást nyerhetnek a város különleges atmoszférájába, megismerhetik múzeumait, különlegességeit. A Tourinform irodában is természetesen ez egy kiemelt időszak, úgyhogy hát dupla erőforrást rendelünk ahhoz, hogy ki tudjuk szolgálni azt a tényleg napi akár több száz látogatót is, aki ilyenkor betér hozzánk, de nem csak a Tourinform irodában várjuk őket, hanem a Városház téri információs ponton is hosszabb nyitvatartással, ajándéktárgyakkal várjuk a látogatókat, ahogy minden évben eddig is. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy a forgalom, nagy az érdeklődés, nagyon-nagyon szeretik a látogatók ezeket a programokat. Ennek, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon gazdag programkínálata van ennek az időszaknak, azt gondolom, hogy egy picikét mi is hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy még tovább színesítsük a programkínálatot. Elsősorban természetesen városnéző, városbemutató, városfelfedező programokat kínálunk. Péntek esténként Fáklyás városi túrára indulnak a csoportjaink, amikor éppen a királynapokhoz kapcsolódó történelmi helyszíneket és érdekességeket mutatjuk.
mutatjuk be, például a Nemzeti Emlékhelyre is bejön ilyenkor a csoportunk. A másik programunk, ami nagyon-nagyon közkedvelt évek óta, ez pedig a panorámabuszos kirándulás, amikor szintén egy királynapokhoz szervesen kapcsolódó helyszínre, az Aranybulla emlékműhöz visszük el a látogatókat egy buszos városnézés keretében. Ezt is nagyon szeretik, ez szombat délutánonként elérhető ez a program. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Augusztusban az uralkodók megjelentek Székesfehérváron az úgynevezett törvénylátó napokon, és a nagy eseményhez fényes ünnepségek is kapcsolódtak. A királyi város zenével, tánccal, mulatsággal köszöntötte lakóit és vendégeit. A sok évszázados történelmi örökségét a város hűséggel őrzi, ezeknek a királyi napoknak az emléke elevenedik fel minden év augusztusában. Ebben az évben Szikora János egy rendhagyó, királyaink koronázásának menetét tárja elénk a Rákóczi Szövetség fiataljainak segítségével az Aranybulla emlékműnél. Az idei szertartási játék az egy rendhagyó szertartási játék lesz. Rendhagyó abban a tekintetben, hogy idáig gyakorlatilag mindig egy történelmi szereplőt, egy királyt idéztünk meg. Idén azonban ez elmarad, és helyette történelmi helyeket idézünk meg. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a több mint 10 éve zajló szertartási játékok azt mutatták meg, hogy a koronázás alatt mi történt a templomban. Mi most más mutatunk meg. Azt mutatjuk meg, hogy mi történt a királlyal addig, amíg bejött a templomba, illetve mi történt vele azt követően, hogy eltávozott a templomból. Siklósi Gyulának, akinél talán ebben az országban senki nem ismeri jobban a középkori Magyarország történetét, régész professzor kutatásai alapján ott volt előtte az régi Fehérvár, hogy ez hogyan nézett ki. És neki van egy fantasztikus tanulmánya, az úgy hangzik, a magyar királyi koronázások útvonala Székesfehérváron. Az idei szertartási játék tulajdonképpen Siklósi Gyula ezen tanulmánya alapján a nézőket végigviszi a király koronázás útvonalán. Attól a pillanattól kezdve, hogy a budai kapun belépett, végigment a budai úton, a királysoron, elment a királykútra, megszállt a palotában, a királyi palotában, aztán átment a préposti palotába, majd bement a templomba, így zajlott a koronázás. A koronázás követően átment a Szentpéter székesegyházba, a Szentpéter székesegyházból a Szent Márton templomba, és utána pedig következett a nagy lakoma, a nagy népünnepély, ami ugye a protokoll az a palotában volt, a nép pedig itt a piactéren ünnepelt. Hát mondhatjuk azt, hogy ez egy mozgalmas nap volt a király számára, és szerintem nagyon mozgalmas és izgalmas lesz azon nézők számára is, akik eljönnek a Csúcsos hegyre augusztus 19-én. Mit mondhatok nekik? Ez tulajdonképpen egy történelmi társasutazás, hiszen történelmi helyeken visszük őket végig a Rákóczi Szövetség 17 fiatalja segítségével. A központi programok mellett Székesfehérvár idén is vendégül látja hazánk méhészeit, nem maradhat el az öreghegyi mulatságok, fellép Charlie és Szikora Robert, és különleges bemutatóval készül a Székesfehérvári Balettszínház Bobán Márkovicssal, míg 20-án az Alba Régia Szimfonikus Zenekar koncertszerűen bemutatja Erkel Ferenc Bágbán című örökbecsű művét. A programok szervezői augusztus 13-a és 20-a között várják a királyi napok vendégeit, amelynek ideje alatt a Nemzeti Emlékhely természetesen ingyen látogatható. Augusztusban 5. születésnapját ünnepli a Székesfehérvári Balettszínház. A társulati ülésen Cserpalkovics András polgármester és Lerner Zsolt alpolgármester is köszöntötte a társulat tagjait. Ünnepélyes keretek között köszöntötték a Székesfehérvári Balettszínház megalakulásának 5. évfordulóját.
Cserpalkovics András polgármester megerősítette, mára elmondható, hogy az eltelt első 5 év során a Balettszínház szervesen beépült a város kulturális életébe, és egyre bővülő közönségtáborral rendelkezik. Nem csak létrejött, hanem valódi értékévé is vált a város kulturális életének a Székesfehérvári Balettszínház. Egy jó közösséggel, egy nagyobb közösséget, nézők közönségét is folyamatosan építi. Teszi ezt Székesfehérváron, különböző rendezvényeken, vagy éppen a Vörösmarty Színházban, de teszi ezt nem csak határon belül, hanem határon túl is, hiszen számos nemzetközi és hazai produkcióban vett részt, és lépett fel akár a Nemzeti Táncszínházba, akár pedig más terekben víve nem csak a saját, hanem nyilván a fenntartó Székesfehérvárnak a hírnevét is. És ugye a tánc a zenével együtt alkalmas és lehetőséget ad a nyelvi gátak letörésére is, hiszen ha valaki részt vesz egy szép produkcióban, amit mondjuk a Fehérvári Táncszínház ad elő, akkor ott nem probléma, nem tud magyarul, hiszen a zene, a tánc ereje, lendülete az viszi őt is tovább, tehát ilyen értelemben egyfajta kulturális marketinget is betölt szerepként a színház. Teszi ezt most már ráadásul egy kicsit megújult formában, hiszen az új évadban lesz balett bérlet is a Vörösmarty Színház épületében. Ez egy következő lépcsőfok az előrelépés tekintetében, és lesz majd még egy meglepetés, amiről a következő hetekben be fogunk tudni számolni, mert hogy közelednek az évadok, közeledik a kulturális időszak kezdete is, amit jól jelez az, hogy a balett esetében is az új évadról fogunk tudni beszámolni, akár a fehérvári bemutatóról, akár pedig a Nemzeti Tánc Színházzal együtt készülő produkciókról, akár pedig most a királyi napokról, hiszen augusztus 18-án a balett is látható lesz majd a királyi napok rendezvény keretében. Egerházi Attila a társulat szakmai vezetője hangsúlyozta, hogy a kezdetektől fogva fontosnak tartották a jelentős városi rendezvényeken való fellépéseket, amelynek előadásaik révén a város polgárainak minél szélesebb rétegéhez jut el művészetük, miközben ezen rendezvényeknek köszönhetően közönségbázisuk is gyarapodott. Azt mondhatnám, hogy 150%-ban biztos, sőt meg is haladták az elvárásokat, de nagyon nehéz elvárást megfogalmazni egy még nem létező, vagy egy városban még nem létező kulturális, új kulturális műfaj felé. Ez olyan, mint egy gyerek születése, hogy nagyon izgulunk, szorítunk, hogy szép legyen, egészséges legyen, beilleszkedjék a társadalomba, stb. De mindig olyan lesz, amilyen. Nyilván mi szülők vagyunk érte a felelősek, ezért mi minden nap tettünk és teszünk, és a jövőben is tenni fogunk. Én azt gondolom, hogy egy nagyon egészséges gyerek született, aki örömet okoz a családjának, a közösségünk, Székesfehérvár polgárainak, a városnak, és jó hírét viszi ennek a városnak, hiszen a műfaj révén is nincs nyelvi határokhoz vagy korlátokhoz kötve, ezért elvihetjük, nem csak határon belül, ország határon belül, nagyon sok helyen voltunk már a társulattal, de ország határon túl is. Úgyhogy egy nagyon erős társulat jött létre 5 év alatt, amely társulat dinamikusan fejlődik mind a mai napig. Milyen jövőképet hordoz a következő időszak, hiszen nyilvánvaló, hogy további olyan terveitek vannak, ami megerősíti a táncszínházat is? Folytatjuk az építkezést mindenféleképpen, a repertoár építését, a társulat építését, és azt tulajdonképpen nem tudjuk megmondani, hogy milyen irányba fog művészileg fejlődni, hiszen folyamatosan új utakat keresünk. Mert ez a célja egy kortárs táncszínháznak, mindig az a célja, hogy a hagyományokra építkezve folytonosan új utakat keressen. Ezért ma dőreség lenne azt mondani, hogy ilyen és olyan arculata lesz majd a Székesfehérvári Balettszínháznak. Nyilván, hogy azok az értékek, amit a kezdetöktől fogva letettünk, mint alapokat, azok megmaradnak, és arra építünk mindig új és új, újabb és újabb emeleteket. És ehhez keresem folyamatosan az alkotótársakat. A Balettszínház méltó módon tervezi megünnepelni fennállásának 5. évfordulóját. A Királyi Napok rendezvény sorozat keretében bemutatásra kerülő Parádé című produkciójuk mellett a rendezvény ideje alatt egy jelmezkiállítást terveznek, amelyben együttműködő partnerük a Szent István Király Múzeum. Kedves
kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.